Szakemberek a bántalmazásról, annak formáiról, felismeréséről, illetve megelőzéséről tartottak előadást Tusnádon. Az eseményen személyes tapasztalatokat is megosztottak a jelenlevők, felismerve azt, hogy a bántalmazás mindennapjaink része. Az est sikerére felbuzdulva eldöntötték, havonta tartanak hasonló találkozót. Amelyen olyan témát boncolgatunk, ami talán ott van a mindennapjainkban, ne vegyük észre, vagy ha észrevegyük. Ez a téma a bántalmazás, ami mindennapjaink része úgy az iskolában, mint a munkahelyen, vagy a családban. A rendezvény célja az volt, hogy tudatosabban közelítsünk a bántalmazás különböző formáihoz, ne féljünk és tegyünk ellene, mondta bevezetőjében Tusnád községpolgármestere. Odafigyeljünk embertársunk, hogy mi történik körülöttük, mi történik velünk, mi történik, aki közvetlen mellettünk él, és próbáljunk ráfigyelni, megtanulni, tanítani egymást. Paulik Móni és Vince Zsuzsi, Lili és a Bátorság című meséje kapcsán a gyermekek ellen elkövetett szexuális erőszakról, a titoktartásról, a családban levő bizalomról beszélgettek a jelenlevők. De szó volt az iskolai bántalmazásról, annak felismeréséről, kezeléséről is. Aki áldozat akár otthon, az agresszor az iskolában. És fordítva, hogy akit bántnak, kiközösítnek, az ki düheredik otthon, mert egyszerűen valahol le kell vezetse azt a feszültséget. Örülök, hogy olyasmiről beszélhettünk, amiről máshol nem hallunk. Hiánypótlónak érzem, és ez bizakodással tört el, hogy tettünk olyasmit, amivel előmozdítunk, olyan ügyeket, ami segít más emberek életét rendezni, megtalálni a helyüket a világban. A Ne féljetek címmel szervezett eseményen jelenlevő szülők, pedagógusok, településvezető hozzászólásaiból kiderült, a téma mindannyiukat érdekli. Az önkormányzat kezdeményezésére szervezett beszélgetés szereplői eldöntötték, havonta megszervezik a programot, legközelebb az érzelmi intelligenciáról fognak együtt gondolkozni.